ellenben Rómától, mégiscsak ez elvileg egy Rómából irányított egyház, elvárhatnám, hogy ne hagyja ezt a szintű elkurvulást. Tehát ugyanúgy, ahogy az Európai Unió rendszeresen Magyarországgal szemben elvárásokat támaszt, és amikor ezek nem teljesülnek, akkor nem adja oda a pénzt. Ugyanúgy Rómának is bizonyos társadalompolitikai elvárásokat kellene támasztani a kis báránykáival szemben, akik itt nem Krisztus igéjét hirdetik, hanem a hatalomét. És azt is tudom, hogy ez egy borzasztó bonyolult ügy, és ráadásul nem is vagyok egyházi szakértő. Én csak mint egyszerű magyar állampolgár és magamat hívő embernek tartó valaki gondolom azt, hogy nem ártana, hogyha ilyen szempontból visszarángatnák ezt a társaságot abból az ortodox Moszkvából, inkább a nyugati Rómába, ahova egyébként is tartozniuk kellene. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket az Eternum YouTube csatornán, ahol vallással, hittel, spiritualitással, társadalmi kérdésekkel foglalkozunk. Mielőtt elmondanám nektek a mai témánkat, arra bátorítalak titeket, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és ha tehetitek, támogassatok minket a leírásban található módon. A mai témánk egy nagyon izgalmas téma, amit ti is sokszor felvetettetek, sok-sok kérdésben megkaptunk, sok kommentben megkaptuk, ez pedig az egyház és az állam kapcsolata. És ahogy ezt már megszokhattátok tőlünk, a mai videóban is elhívtunk két vendéget, akikkel ezt a témát fogjuk körüljárni. A videó első felében Ungvári Krisztián történésszel fogok beszélgetni a kérdés történeti távlatáról, a második felében pedig Fabinyi püspök atya fog mesélni a saját tapasztalatairól, amiket megélt még a szocialista rendszerben. Fordulok is első vendégemhez. Krisztián, Isten hozott, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nekem egy megtiszteltetés. Ha már történelem, és ha már történészként jöttél el hozzánk, akkor arra kérlek, hogy helyezzük egy kicsit történeti távlatba ezt a kérdést, hiszen a politika és az egyház első házassága, ha szabad így mondanom, a konstantini időkben történt meg. Tehát tulajdonképpen Nagy Konstantin császár úgynevezett konstantini fordulatával, amikor üldözött vallásból elfogadott vallását tette a 4. század elején a kereszténységet, valami mélyen megváltozott az egyház és az állam kapcsolatában. Szerinted hogyan hatott ez a fordulat az egyház lényegi tevékenységeire és az egyház identitására? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert olyan kultúrantropológiai ismereteket feltételez, amit nem biztos, hogy én meg tudok válaszolni, lévén, hogy a szakterületem az jóval későbbi időszak. De azt gondolom, hogy abban a korban, amikor állam és egyház úgymond így összefonódott, ennek az összefonódásnak azért más következményei voltak, mind erkölcsileg, mind a gyakorlatban, mint ma. Mert hogy azok a társadalmak teljesen másképp is működtek, az államnak a szerepe sokkal kisebb volt eleve, az állam szerepének egy jelentős részét az egyháznak delegálta, lásd például az oktatás, megjegyzem, ez ma valahogy visszaköszön, csak nem egészen úgy, de tehát az egyház nagyon fontos feladatokat látott el, éppen ezért birtokossá is vált, földeket kapott, és így tovább. Tehát az, hogy ez a változás megtörtént, az egyrészt a történelmi logikájából is következik, és igazából az az érdekes, hogy miért nem ismerte ezt fel korábban más történelmi szereplő, hogy a katolikus egyházzal egyébként nagyon jól együtt lehet működni. Tehát nem kell ezt úgy tekinteni rá, mint egy szektára, és nem kell feltétlenül üldözni, teljesen felesleges cirkuszi játékokon elhasználni a képviselőit, mert hogy ők mindenkori államhatalom mellett tudnak működgetni. És egyébként iszonyatosan izgalmas, hogy és meddig működtek, illetve meddig nem, és hogy a fékek és ellensúlyok rendszere hogy jelenik meg ebbe a sztoriban. Mert hogy megjelenik, és nagyon szép példákkal, lásd Barbarossa Frigyes, amit te is ismersz, a pápa, amikor azt mondja, hogy van egy ellenállási záradék, és erre az ellenállási záradékra hivatkozva nem vagyunk kötelesek a világi
a világi uralkodók minden egyes ötletét végrehajtani. Én szerintem ez egy olyan gyönyörű dolog, hogy erre nagyon sokat gondolok a mai mindennapjaimban is. Úgy érzed, hogy ez egy nagy különbség az akkori idők és a mai idők között? Nem tudom, hogy létezik-e ma ilyen ellenállási záradék, vagy látunk-e hasonlót? Egyáltalán engem érdekelne az a kérdés, hogy te hogy látod, hogy mi a lényegi különbség az akkor és most között, hiszen sokan azt mondják, hogy az egyháznak azért kell jobban lenni a politikai hatalommal, most elrugaszkodva attól, hogy melyik ország, melyik kormány, hogy onnan jöhetnek támogatások, a politika eszközeivel minél több emberhez el tudjuk juttatni az üzeneteinket, kvázi terjedni tudunk, és ezt egyébként a konstantini fordulatban én látom is, hogy ott akkor egy expanzió volt, egy terjedés volt utána, de van-e lényegi különbség a között, ami ott volt és ami ma van? Hát abszolút lényegi különbség van, nevezetesen a középkorban. Nem nagyon volt egy másik alternatíva, amelyik küzdhetett az emberek lelkéért, mert nem tudott egyrészt érvényesülni, nem kapott hozzá intézményrendszert, és nem volt média se abban az értelemben, hogy most van. Tehát most, hogyha az egyház kikerül egy versenyhelyzetbe, már pedig mindenképp abba kerül, hiszen a egyszeri állampolgár választhat, hogy mondjuk ezt a csatornát nézi, vagy egy másikat, akkor ebben a versenyhelyzetben a konkurensek fel fognak lépni. Ettől nem kellett félni a középkorban. Amiről én beszéltem az előbb egyébként, az csak azért érdekes, hogy engedd meg, hogy erre visszakanyarodjak, hogy az állam és egyház hiába fonódott össze történetileg, hiába áldották meg minden háborúba, minden oldalon a fegyvereket, a papok, ami meglehetősen egyébként ízléstelen, ha ebbe belegondolunk, és hiába mészárolták le mondjuk a 30 éves háborúban feleslegesen egymást az emberek, az egyháznak ezekben a korokban azért mégiscsak volt általában valamilyen mérséklő, kiegyenlítő, arbitráló viszonya a mindenkori hatalommal, minden anomália dacára is, és ezek az anomáliák hosszasan beszélhetők, de egy nagyon érdekes struktúra, politikai struktúra az, ahol az állam mellett az egyház, mint egy entitás megjelenik, és részben kiszolgálja ezt az államot, de azért nem teljesen, és nem mindig. És vannak ilyen finom kis dolgok, ahol az egyház önállósága azért megmarad, mert az egyház mindig is kényes volt arra. Nem szerette mondjuk, hogyha a székhelyét azt mások átrakosgatják ide-oda, meg a kinevezések is alapvetően Rómából kellett, hogy történjenek. Na most ezek a dolgok, ezek szerintem radikálisan átalakultak és megváltoztak. Egyrészt, mert hogy az egyház nem egyedül van a lelkek megnyeréséért indított versenyben, és nagyon sok olyan szereplő lép fel, akinek sajnos, vagy szerencsére, attól függ, honnan nézzük, de az esetek nagy részében szerintem sajnos, egész egyszerűen nagyobb elérése van. És akkor viszont oda jutunk, hogy egy hitelességi kérdés merül itt fel, ami így mondjuk 17. században nem merült fel, tehát akkor, hogyha egy püspök pazarló életmódot folytatott, és ágyasokat tartott, akkor ezt megszólták természetesen, rontotta az egyház reputációját, de a hit mégis egy annyira elementárisan erős és tradicionális dolog volt, hogy egy püspöknek az ilyen kicsapongásai miatt az egyház nem omlott össze. Az hívek úgyis elmentek a Szentmisére, a legjobb esetben, vagy legrosszabb esetben kerestek maguknak egy másik templomot, ha volt. Ma, ugye ez nem egészen így megy, mert hogyha az egyház hitelét veszti, a hívek nem fognak oda menni, és missziós területté válnak közép-európai vagy nyugat-európai országok. Ahogy ezt látjuk is. Így van. Mik azok a pontok, ahol szerinted jelenleg a történelmi egyházak elveszítették a hitelességüket? Nyilván ez különböző módon jelenik meg különböző országokba, és hangsúlyoznám, senki se gondolja rólam, hogy én ennek a szakértője vagyok, mert a kutatásom fő fókusza nem ez, de amit én erről gondolok a saját szerény ismereteim alapján, hogy a magyar esetben egyértelműen az a probléma, hogy a mindenkori államhatalommal való nagyon szoros ortodoxia jellegű összefonódás. Hollandiában nyilván ez így nincs, Franciaországban sincs, tehát ott a laicizálódás önmagában és a fogyasztói társadalom önmagában, de
végezte ezt a dolgot el, vagy ki, de több idője is volt rá, tehát fogyasztói társadalom ottan ugye 50 évvel több ideig volt, mint nálunk a szocializmus miatt. De a magyar esert az egy egészen különleges, érdekes esert, mert Európában az, hogy egy egyház ortodox módon kezd el viselkedni, ez tulajdonképpen az Európai Unión belül szinte sehol sincs. Bocsánat, de ezt magyarázzuk meg, hogy mit értesz az alatt, hogy ortodox módon, mert nem biztos, hogy egyértelmű mindenki. Igen, ez nagyon fontos, hogy mit is értek ez alatt. Ugye az egyház szakadásnál a katolikus egyház központja Róma maradt, azonban az egyháznak az a bizánci része, amelyik nem Rómát követte, hanem az ortodox rítust. Ott a mindenkori politikai vezető az egyben egy házi első számú vezető is volt. Ez mondjuk úgy jelenik meg ma a mindennapokban, hogy a Moszkvában, amikor az ortodox húsvétot ünneplik, akkor Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin ott ül egy mise kellős közepén, és körülötte celebrálják úgymond neki ezt a szertartást. Ezt közvetíti az orosz tévé, tehát meg lehet nézni. Ezt úgy érdemes most a háborútól függetlenül is végig gondolni, hogy mit jelent az, hogy egy volt KGB ezredesnek az egyébként korábban az elvtársai által beszervezett ortodox püspökök lengetik a tömjént. Na most ez az ortodox egyházmodell, ez ugye Szerbiában, Romániában és Bulgáriában is érvényes, sőt Ukrajnában is nagy részt. És az ortodox egyházak sokkal jobban tudtak első látásra úgymond nemzeti egyházak lenni, hiszen a mindenkori politikai vezetést kiszolgálták, de egyben ez, hogy is mondjam, ez egy probléma is ezeknél az egyházaknál, és nem véletlen, hogy a tőlük való elfordulás is aztán bekövetkezik azokban a rezsimekben, ahol diktatúrával nem lehet úgymond a trón és az oltár szövetségét fenntartani. Ha jól értem, akkor most a magyar viszonyokra értelmezed ezt, mint az ortodoxiát? Így van, tehát én azt gondolom, hogy formailag a magyar katolikus egyház a Rómából irányítják. Annyiból nem szakadt el, hogy onnan nevezik ki a mindenkori püspököket, és az egyház a maga retorikájában természetesen a római rítust követi, de tartalmilag, hogyha azt nézzük, hogy mely üzenetek közvetítését halljuk mondjuk Kis Rigó László püspök úrtól, csak egy példa, akkor nagyon sokszor a karmelita korostól üzeneteit lehet olvasni, és nem föltétlenül azt, amit a Vatikánból mindenkori első számú egyházi vezető mond. Legalábbis én érzek némi diszonanciát a különböző üzenetek között. Ez egy, az isztén vejtesz fel, de nagy téma, hogy mennyiben és hogyan tud egy egyházi vezető egyébként mindennapi politikai kérdésekbe állást foglalni, szükséges-e? Szerintem igen. De hát a távolságtartásnak a mértéke az Magyarországon nagyjából akkora, mint Moszkvában. Vagy adott esetben mondhatnék békésebb helyeket, mint Bulgária vagy Szerbia. De ez ennek a katolikus egyháznak már csak középtávon is egy elképesztő hitelességi problémát vet föl, amit látunk a népszámlálási adatokban is. Egyébként pont az elmúlt években számtalan könyv és cikk jelent meg arról, hogy a politikával való túlzottan szoros kötődés árt az egyháznak. Ugye a híres Gregory Boyd, a Keresztény Nemzet Mítosza című könyv, vagy Thomas Halik prágai teológus beszéde, vagy akár Bár Miklós püspöknek nagyjából bármelyik interjúja az elmúlt egy-két évben. Ugye Miklós püspök pont úgy fogalmazott, hogy a kormány elidegenítette a hívőket az egyháztól, és akkor megjöttek a népszámlálási adatok is, amit aztán mindenki próbált úgy magyarázni, ahogy akarta. De akkor én most visszacsatolnék, hogy mi az, ami működött Konstantin idejébe, és ma nem működik? Hát mondom, korlátozott volt úgymond a verseny, hiszen hogyha valaki a faluba kitalálta azt, hogy más módon kell gyakorolni a hitünket, az illetőt elég hamar egy mágia közepén találta magát, és nem tudott érvényesülni. Ma pedig csinálhatunk egy YouTube csatornát például, bármit, írhatunk könyvet,
az információs társadalomban teljesen ugyanannyit ér, úgymond Jézus Krisztus szava, és bocsánat, Gibbs Jakabé. Mind a kettő egy állítás lesz, és mind a kettőről eldöntheti a nagy érdemű közönség, hogy melyiket akarja követni. Semmit nem számít, hogy az egyik mögött van egy élet, egy megélt élet tanúságtételekkel, méghozzá most, hogyha valaki nagyon kritikus az egyházzal szemben, azért akkor is van egy pár tanúságtételünk, egy csomó hívőnk van, aki ennek tudatában vállalkozott valamire. Gibbs Jakab esetében pedig, hogy is mondjam, egy levegőbe lógó állítás van, de ezek egyenértékűek. És ez egyébként, ez ennek nagy baja is egyben, elképesztő nagy baj, de ezen nem tudunk változtatni. Van-e szerinted a történelem során olyan időszak, amikor ideális volt az egyház és az állam kapcsolata? Hát ideális nyilván addig volt, amíg ez a konstantini fordulat nem történt meg abban az értelemben, hogy amíg nem történt meg, addig az egyházat az égvilágon semmi nem kötötte. Viszont üldözték. Ennek a csíráit fenn lehetett tartani a kolduló szerzetes rendekkel bizonyos mértékig, ahol az anyagi kiszolgáltatottság nem létezett, de mondok inkább egy olyan példát, amikor ugyan a viszony nem volt ideális, de azt kell, hogy mondjam, hogy progresszívnek nevezhető a Horthy rendszerben. Abban az értelemben, hogy a Horthy rendszerben, annak ellenére, hogy ez egy úgymond keresztény és úgymond nemzeti rendszer volt, a Magyar Katolikus Egyház távolságot tartott az államfőtől, részben azért, mert az szegény államfő ugye református volt, ez egy probléma. De akkor probléma volt. Akkor probléma volt, igen. De az is egy probléma volt, hogy önmagában nem kívánta az egyház magát ennek az államnak alárendelni. Tehát ez a püspöki kinevezéseknél akkor is felmerült, hogy Róma akkor most mennyiben jogosult itt azt kinevezni, akit akar. Mert korábban Ferenc József alatt ott a előszentesítés jog az nem volt megkérdőjelezve. Azonban, amikor Horthy Miklós szeretett volna élni az előszentesítési jogával, akkor erről szó se lehetett, tehát egy nagyon erős ellenállásba ütközött. És úgy megjegyzem, hogy abban a politikai közegben, ami aztán elembertelenedett, gondolok itt arra, ami 1944-ben történt, amikor a keresztény hívek egy részére is csillagot varratott a mindenkori hatalom, mégiscsak a leghitelesebb és leghatékonyabb ellenállást ezzel szemben az egyház bizonyos képviselői tudták felvállalni azokkal az úgynevezett keresztény politikusokkal szemben, akik ezt csinálták. Tehát, hogy egy Márton Áronnak érdekes, őt nem kötötte sehogy se az állami hatalom. Mondjuk házi őrizetbe tették meg, őt is végzálták, de valahogy ő ezek szerint meg tudta őrizni. Igen, Slachta Margitot se kötötte, és hogy itt van Mindszenty József, akivel szemben nagyon kritikus vagyok, és egy bizonyos szempontból egy egyházi katasztrófának gondolom az ő regnálását, de ami progresszív szerintem az ő életéből például az, amikor ő világosan kimondta azt, hogy egyszerre nem kíván két urat szolgálni, és hogy az a egyébként nagyon rosszul működő erkölcsi iránytője azért mégiscsak bekapcsolt 1944 novemberében is, és 1945 után is. Hangsúlyozom, sok probléma van ezzel az egész üggyel, de ha a Mindszenty történetnek van mondjuk pozitív és 21. századon is túlmutató dolga, az, hogy az egyháznak mégiscsak egy saját értékrendje van. Ezt a saját értékrendet a politika nem tudja felülírni, mert hogy az egyházi értékrend egy több ezer éves hagyományra alapul, és hogy mindent, amit egyébként az élő emberek itt össze-vissza fecsegnek és kitalálnak, az egy sokkal múlandóbb dolog, mint ez az értékrend. Tehát én ezt innen közelíteném meg. Ha már felhoztad Mindszentyt, én is ide akartam hozni, mert számomra nagyon érdekes volt a könyved. Ugye én is, tehát én történeti teológiát tanultam Rómában, úgyhogy van némi affinitásom a történet iránt, úgyhogy amikor láttam, hogy megjelent, akkor megvettem és elolvastam, és nagyon érdekes számomra az, hogy most is elnézést kérek a leegyszerűsítésért, de időhiányában teszem, hogy azt éreztem az olvasás közben, hogy bírálod az ő
nagyon masszívan antikommunista, kérlelhetetlenül antikommunista hozzáállását, és egyben az egyház kollaboráns hozzáállását is, vagy mondjuk a kollaboráns püspököknek a hozzáállását, mert itt nyilván nem mindenki ugyanazon volt. Mi lett volna egy ilyen diktatórikus rendszerben a megfelelő hozzáállás, hogyha se ez, se az? Először is nekem az antikommunizmus egy rendkívül szimpatikus nézetrendszer, tehát a Mindszenty esetében én azt bíráltam benne, hogy ő ezt kontraproduktív módon művelte. Mint ahogy ezt egyébként a kortársai is megállapították róla. Az, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, tehát mi lett volna ennek az eredménye? Erre azt tudom mondani, hogy a lengyel, illetve a cseh, vagy adott esetben a romániai magyar egyház állapota ezt elég jól mutatja. Tehát ott sem kolbászból van a kerítés, de az a szint, az a állambiztonsági penetráció, és az az állammal való összefonódás, ami Magyarországon történt a szocializmus éveiben, az sehol máshogy nem történt meg. És Magyarországon azért történhetett meg, mert Mindszenty József annak a rögeszmének engedelmeskedve, hogy neki kell kinevezni majd az új demokratikus magyar kormányt, ott hagyta anyáját, bement az amerikai követségbe, és egy politikai feladatot fontosabbnak tartott, mint azt, hogy anyájával legyen. Márpedig tehette volna, tehát hogyha ő nem megy be az amerikai követségbe, nem akasztották volna fel, nem is börtönözték volna be, ezt a politikai bizottság tárgyalta, és ettől rettegtek a leginkább, hogy úristen, ha kijön, akkor mit csinálunk vele? Mert maximum egy házi őrizetet tudtak volna csinálni, de Márton Áron a jó példa arra, hogy ő egy házi őrizetből egy nap alatt lerendezte a békepapi mozgalmat. És a Mindszentynek akkor még iszonyatosan nagy tekintélye volt. Tehát nem lett volna olyan egyházi vezető, aki nyíltan szembe mert volna menni egy Mindszentytől jövő utasítással, ez elképzelhetetlen. Tehát ő a legtöbbet az egyházának ártotta. Mit tudott volna tenni, hogy akkor nem vállalja ezt az amerikai követségi... Kimarad, így van. Tehát megjegyzem, lehet mondani, hogy milyen ezek kockáztatókat vállal magára, de hát a vértanúság egyébként itt nem merül fel, tehát nem az volt a kockázat, hogy vértanú. Bocsánat, hosszú börtönbüntetés után volt már. Egy hosszú börtönbüntetés után volt már, a legnagyobb kockázat egy házi őrizet lett volna. Ezt felvállalhatta volna, és hozzáteszem, Mindszenty nem azért nem vállalta fel, mert gyáva lett volna. Ezt nem állítom, sőt, biztos, hogy nem. Mert hogy ő egy önmagát egyáltalán ilyen szempontból előtérben nem helyező ember, tehát spártai módon élt, a saját személyére nem volt tekintettel, nem félt a haláltól, tehát nem ezért, egy rossz politikai koncepció miatt tette azt, amit tett. Kicsit szeretnék elszakadni, de nem nagyon a szocialista diktatúrától, mert egy interjúban azt mondtad, amikor arról beszéltél, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar ortodox egyházzá vált, mert senki se szabadította meg őket attól a tehertől, amit a rendszerváltás óta hordoznak azért, mert nem kaptak feloldozást a besúgásaikra. Ez egy elég erős mondatod volt. És kétségkívül ez egy újra és újra felmerülő kérdés, hogy az egyház vagy az egyházak, a történelmi egyházak hogyan viszonyulnak a 89 előtti önmagukhoz. Kisrigó László püspöknél erre konkrétan rá is kérdezett egyszer a Magyar Hang egyik újságírója, hogy nem kellene-e ezzel kezdeni valamit, és akkor a püspök atya azt mondta, hogy ez a kérdés már senkit nem érdekel. Hogyan van ez? Megfelelően dolgoztuk fel, vagy nem? Vagy mit lehetett volna másképp csinálni? Mi ennek a hatása, hogy így tettük, ahogy tettük? Először is óvakodnék a többes szem használatától, abból az értem, hogy én ezt egy kicsit másképp dolgoztam fel, mint Kisrigó László. Ezt szeretném leszögezni, volt is belőle bírói eljárás. Összesen 16 különböző perem volt abból adódóan, hogy én másképp dolgoztam fel ezt, mint a mit másik gondolsz? Oldal. Emlékszem, hogy annó te erről rendszeresen cikkeztél. Így van, de nem csak én, tehát hozzátenném, az Élet és Irodalom nevű újság a 90-es évek végétől heti rendszerességgel foglalkozott ezzel a témával. Rengeteg ember foglalkozott vele, tehát korántsem Ungvári Krisztián az, akinek ez a nünükéje volt. A mindenkori államhatalom az,
amelyik erről csak hazudni tudott, mint ahogy egyébként Kiss Rigó László teljesen nyilvánvalóan hazudik. Ugye a hazudás az az, amikor valaki tudatosan valótlant állít. A helyzet az, ki lehet próbálni, hogy egy hálózati tevékenység, közszereplő hálózati tevékenységéről szóló hírt, azt hányan fognak elolvasni. Megjegyzem, nemrégiben volt egy ilyen, elég magas olvasottságot ért el, és a jövőben is lesz valószínűleg ilyen, nem azért, mert én írom meg félreértés elkerülése véget, hanem mert ezek a csontvázak amúgy is mindig kibuknak a szekrényből. Minden ilyen típusú történetet tömegek olvasnak el. Úgyhogy az az állítás, az, vagy hogy ezt nem érdekli az embereket, ez vagy az illetőnek a demens és beszámíthatatlan állapotát tükrözi, vagy a tudatos hazugságot. Mit lehetne tenni, vagy mi az, ami igazán hiányzik? Most nyilván, nem tudom, amit józan paraszti észre gondolok, hogy mondjuk ki lehetne állni, és egyes emberek kiállhatnának, hogy igen, én 89 előtt ezt vagy azt tettem, de nem tudom, hogy ez hozna-e igazán, most ezt így mondom, valamit a konyhára, tehát hogy az egyházat, mint szervezetet nézzük, akkor hogyan tud az egyház szervezetként szembenézni azzal, ami történt 89 előtt? Hát nyilván ezt, tehát én nem várom el ennek a kommunista rendszernek a megnyomorítottjaitól, hogy legyen annyi erő bennük, hogy ők maguk nézzenek ezzel szembe. Ez egyrészt ki vagyok én, aki ezt tőlük elvárhatja, aki azon nem mentem keresztül. Másrészt ez egy nagyon bonyolult történet. Ellenben Rómától, mégiscsak ez elvileg egy Rómából irányított egyház, elvárhatnám, hogy ne hagyja ezt a szintű elkurvulást. Tehát ugyanúgy, ahogy az Európai Unió rendszeresen Magyarországgal szemben elvárásokat támaszt, és amikor ezek nem teljesülnek, akkor nem adja oda a pénzt. Ugyanúgy Rómának is bizonyos társadalompolitikai elvárásokat kellene támasztani a kis báránykáival szemben, akik itt nem Krisztus igéjét hirdetik, hanem a hatalomét. És azt is tudom, hogy ez egy borzasztó bonyolult ügy, és ráadásul nem is vagyok egyházi szakértő. Én csak mint egyszerű magyar állampolgár és hívő, magamat hívő embernek tartó valaki gondolom azt, hogy nem ártana, hogyha ilyen szempontból visszarángatnák ezt a társaságot abból az ortodox Moszkvából, inkább a nyugati Rómába, ahova egyébként is tartozniuk kellene. Tehát egy nagyon érdekes idézetet a Mindszentről szóló könyvedben, Luigi Bognaninóról, remélem jól mondom a nevét, vagy ő tőle, aki Mindszentivel kapcsolatban fogalmazza ezt meg, hogy a nacionalizmust, bocsánat, így a személyében testesül meg az a tendencia, hogy a nacionalizmust egyesítsék a kereszténységgel, sőt fölébe helyezzék, olykor összekeverjék. Csak nekem áthallásos ez az idézet a mai jelenkor állapotával? Egyáltalán nem, de hát ezért is beszélek ortodox egyházról. Mert hogy a katolikus az azt jelenti, hogy egyetemes. Ez azt jelenti, hogy elvileg, bár a gyakorlatban ez nem így volt, tehát a katolikus egyház nagyon is tudott magyarosítani például Magyarországon, és az asszimiláció fegyvere tudott lenni, de egy katolikus egyházi vezetés szempontjából irreleváns az, hogy a hívek magyarul, vagy szlovákul, vagy németül beszélnek. Legalábbis Róma szempontjából mindenképp. Ezzel szemben az ortodox egyházak szempontjából ez nem irreleváns, ott a híveknek azt a nyelvet kell beszélni, amit az politika támogat. És ezért van az, hogy például a román ortodox egyház a legkiméletlenebbül és a legdurvábban tud románosítani például a moldvai, a gyimesi csángokat, de leginkább a moldvaiakat, mert azok a legkiszolgáltatottabbak. Pont a gyimesieket nem, mert azok katolikusok. De egyáltalán, tehát a görög-katolikus egyháznak a szétverése és helyette a román-görög-keleti egyháznak a beengedése a nyilvános térbe is ezért történt. És ezért a Mindszentivel is igazából az a baj, hogy a nacionalizmus, az mit jelent? Azt, hogy az én nemzetem érdekei, azok valahol fontosabbak és feljebb valóak, mint a másiké. Ez nem egy egészséges hozzáállás? Hát érthetőnek érthető, hogy egy kisebb közösség a magát fontosabbnak tartja, mint egy nagyobb. De hát szerintem a Szentírásban nem ez áll. Tehát az én csekély egyházi tudásom, amivel rendelkezem, az arról szól, hogy
az az ötlet, hogy az emberek egyenlőek, és Krisztus mindenkinek a szemébe megjelenik, ez mégiscsak ennek az egyháznak a egyik elég fontos üzenete, és ebből adódóan pedig az egymás mellett élést is jobban elő tudja segíteni egy ilyen konstrukció, mint egy ortodox, ahol az az üzenet, hogy tanuld meg azt a nyelvet, ami az állam nyelve, és felejtsd el a másikat, és ezért lehet mondjuk az ördög nyelvének nevezni Moldvában a magyart. Ezt a katolikus egyház remélem nem igen tudja megcsinálni. Egyébként nem, tehát hangsúlyoznám, volt a katolikus egyháznak is egy nacionalista korszaka és szerepe, de ma ez már teljesen elképzelhetetlen szerintem. Idéztem, illetve említettem Tomás Halikot. Az ő beszéde bejárta a magyar sajtót most ősszel. Ő nagyon komolyan ostorozta az egyházak, ugye ő nem magyarul egy se teológus, és nagyon komolyan ostorozta az egyházak politikához való közeledését. Van egy nagyon erős mondata, ez így hangzik: ha az egyház hagyja, hogy korrumpálja valamelyik politikai rezsim, először a fiataljait veszíti el, aztán kritikusan gondolkodó és képzett tagjait. Azt is mondja ő, hogy nagy árat fizet az egyház a bejegyzett élettársi kapcsolatért, amit a politikai hatalommal köt. Mi ez a nagy ár, amit ezek szerint mégiscsak érdemes megfizetnünk, hogyha ennyire... Tehát bennem az a kérdés merül fel, hogy az ember akkor fizet nagy árat, hogyha azt gondolja, hogy cserébe kap valamit, ami neki fontos. Tehát, hogyha akarok egy nagy plazma tévét, akkor kifizetem érte azt a sok százezer forintot, hogy utána nézhessem a plazma tévét a szobában. Mm-hmm. Tehát kétségkívül az egyház valamiért úgy gondolja, hogy ezt az árat érdemes kifizetni. Mi lehet az ár, és mi lehet, amit kapunk cserébe? Az ár az a Pax 001-es Mercedes például. Ó, értem. Ami ugye konkrétan egy magyar püspöknek a rendszáma volt. És az ehhez hasonló kis juttatások az adriai étterem a püspökségen belül, meg mindenféle anyagi javak, amik ilyenkor ráhullanak az érintettekre. Ezért éri ez meg. Meg a félelem. Tehát, hogy is mondjam, két része van a dolognak. Az egyik a anyagi eszközökkel történő korrumpálás, a másik pedig az a Stockholm-szindróma szerintem, amiben ezeknek az embereknek egy része van, a folyamatos félelem, rettegés és megfelelési kényszer, holott egy ilyen felszabadítás teológia mennyire jót tenne, és mennyire megváltoztatná az ő életszínvonalukat, nem feltétlenül anyagilag, de az, hogy valaki nem rettegésbe él, lehet, hogy kevesebb kalóriát eszik, de biztos, hogy sokkal boldogabb. Bennem egy picit így az volt, hogy a történelmet tanulmányoztam, annól még történeti tanulmányaim során, hogy boldog békeidők voltak, amikor még a pápa, vagy akár Magyarország prímása politikusokat tudott rendre utasítani, vagy akár kanosszajárásra kényszeríteni. Ilyen a Horthy korban is volt egyébként, tehát amikor a Serédi Justinián a Horthy Miklósnak beszólt, hogy már pedig ezzel-azzal nem ért egyet, vagy amikor Apor püspök úr írt levelet a kormányzóhelyettes választás kapcsán, hogy ő ezt teljesen helyteleníti, mert hogy nem is csak azért, mert hogy református szeméről van szó, hanem hogy egész egyszerűen ifjabb Horthy István még nem az az egyéniség, aki erre minden rokonszenvés tisztelet mellett is megfelelő. Ezt megírta neki levélbe, meg is jelent a Horthy Miklós titkos irataiba. Ezt képzeljük el ma, hogy írjon egy püspök egy levelet a miniszterelnöknek azzal, hogy valamilyen egyébként a családtagjaira vonatkozó intézkedéssel nem ért egyet. Szép álomvilág. Egy utolsó kérdésem lenne. A Szemlélek magazin 2022-ben készített egy felmérést éppen egyház és politika kérdésében. És ez kimutatta, nyilván ez nem tudom mennyire volt reprezentatív, de mivel egy magazinról van szó, aminek van korlátozott mondjuk az elérése, és nyilván az ő követőik, olvasóik, de mégis érdekes, hogy a válaszadók jelentős többsége szerint túlzottan szoros a kötődés az egyházaknak a politikához. 83% tartotta problémásnak az, hogy a keresztény erkölcsre való hivatkozás politikai kommunikáció eszközévé vált. Tehát az az érdekes számomra, hogy
nagyon sok hívőben, nagyon sok keresztény emberben ez visszatetszés kelt, hogy mondjuk a kereszténység politikai termék lehet. Mégis úgy tűnik, hogy ez nem hoz el változást valahogy ebben az egész dologban. Mi az oka ennek a bénultságnak szerinted, hogy látjuk, igen, és tovább lépünk, és nem történik változás? Ugye ez akkor lenne egy veszélyes történet, hogyha megfogalmazódna ezeknek az embereknek a horizontján egy alternatíva, amit ők hitelesebbnek tarthatnának. Ilyen alternatíva viszont a rendszer jellegéből adódóan nem fog megfogalmazódni, ugyanis ez a rendszer nem csak saját magát, hanem saját ellenzékét is struktúrálja, sőt megteremti az orosz modell megfelelő kiadásaként. Ahogy Oroszországban is az ellenzéki pártok döntő többsége és Putyin ellenőrzése alatt van, úgy van ez itt Magyarországon, tehát mindaddig, amíg a Gyurcsány Ferenc, mint az ellenzék fő ereje felléptethető, addig nem okoz különösebb hitelességi problémát az, hogy egyébként az emberek az egyházból emiatt kiábrándulnak, mert nem fognak oda menni a Ferihez sem. És ez szerintem ennek az egésznek a titka, illetve az a kérdés, és 200 évvel ezelőtt feltetően megjelent volna valamilyen úgymond eretnek egyházi mozgalom, ami sokkal több hívet nyert volna egyszerűen azért, mert hogy a hitelességi problémák miatt oda mentek volna az emberek, ha csak az államhatalom persze ezt nem szankcionálja, ami valószínű megtörtént volna. De most az irdatlan nagy mennyiségű kínálat miatt a jóga oktatótól kezdve mindenféle ember versenyezhet azért, hogy hogyan éljük le az életünket, és azért mondom, hogy jogát, én például most jogára fogok menni délután, misére is mehetnék helyette, nyilván más hatása van a kettőnek, de valahol egyébként ugyanaz, mert egy lelki, hogy is mondjam, jobb létet is eredményez például a joga. Itt ez így az egyház tartalmi hitelvesztésével jár, ami azért kár, mert ahogy mondtam, kár, hogy nem tudok latinul és görögül, és nem ismerem jobban a Szentírás, de azok a összességében 4000 éves gondolatok, 2000 plusz az Ószövetség, azok azért mégiscsak izgalmas, tartalmas olvasmányt tudnak jelenteni, ami nem egyenértékű azzal, amit most bármelyik önjelölt népbolondító leír. Utolsó utáni kérdésem lenne tényleg. Beszéltél arról, hogy mondjuk a szocialista diktatúra idején a magyar egyház sokkal rosszabb helyzetben volt, mint mondjuk a környező országokban, vagy sokkal erősebb politikai befolyás volt rajtunk, mint mondjuk a cseheknél vagy lengyeleknél. Hol helyezkedik el most Magyarország az egyház és politika kapcsolata szempontjából mondjuk a környező országokhoz képest a skálán? Hogy látod? Szemben a szocialista helyzettel, ahol erről empirikus kutatásokat végeztem, és egy elég széles adatbázis állt a rendelkezésemre, itt csak így megérzésekről beszéltek. Ez a típusú összefonódás ebben a mértékben feltetően csak Lengyelországban van, de ott azért az egész politikai helyzet nagyon más, hiszen ott a katolicizmus sokkal inkább államvallás, mint nálunk, mert Magyarország mindig is, tehát a reformáció óta egy olyan ország, ahol azért más vallások képviselői is viszonylag jelentős számban jelen vannak. De a lengyel példát leszámítva, ez, ami nálunk van, ez sehol sincs, illetve csak az ortodox országokban van. Mert azok az egyházak pontosan így működnek. Nagyon sokszor elhangzott, hogy a Magyar Katolikus Egyház egyre inkább ortodox egyház válik erre. Nagyon kíváncsi lennék, remélem, hogy azok, akik néznek minket, majd esetleg reagálnak, vagy nem tudom, megjelennek cikkek ezzel kapcsolatban, mert szerintem ez egy izgalmas felvetés, és talán egy jó vita alap. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon köszönöm a gondolataidat, és nem is tudom, jó Isten áldjon meg, és történészként folytasd azt a munkát, ami azt hiszem, hogy egy letisztuláshoz nagyon-nagyon fontos itt Magyarországon. Köszönöm szépen!
Nektek pedig köszönjük, hogy néztek minket, de még ne menjetek sehova, mert a videó második felében vendégem lesz Fabinyi Tanás, evangélikus püspök úr, aki majd a személyes megéléseiről fog beszélni a kommunista rezsimmel kapcsolatban. És akkor folytatjuk a témánkat. A stúdióban új vendégként köszöntöm Fabinyi Tamás evangélikus püspök atyát. Isten hozott, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy meghívtál, szervusz. Azért kerestelek meg, mert különösen érdekes volt számomra az, hogy milyen is volt az egyházaknak az élete 89 előtt. Ugye ebben a videóban most egy kicsit azt járjuk körbe, hogy állam és egyház kapcsolata, és ugye te megélted azt a saját bőrödön, hogy még abban a rendszerben lettél lelkész, abban a rendszerben szenteltek lelkészé, de még ebben a rendszerben is, vagy hát most 2024-ben is szolgálsz. Picit tudsz nekünk mesélni a kezdeti időkről? Azt hiszem, hogy a nézőink nagy része nem élt még 82-ben, amikor téged szenteltek. Milyen világ volt az? Milyen volt akkor lelkésznek lenni? Én nagyon izgalmas, és nagyon szerettem lelkésznek lenni, dacára annak, hogy azért volt egy bizonyos megfélemlítettség, de nyilván mindenki talán történelmi koroktól függetlenül is jó esetben úgy kezdi, hogy ide nekem az oroszlánt is, és nekem megvolt ez az érzésem. Persze, hogy tudtam arról, hogy bizonyos korlátozások vannak. Édesapám is lelkész volt, és azért ő fölkészítette arra, meg a tanáraink is fölkészítettek arra, idősebb lelkész kollégák is fölkészítettek arra, hogy mire kell majd vigyázni. Volt például egy öreg lelkész előadóm, aki mondta, hogy a 11. parancsolat az, hogy nur nicht fragen, hogy csak meg ne kérdezd. Mert ha megkérdezed az állami egyházügyi hivatalt, vagy a főnöködet, hogy szabad-e ifjúsági táborozást csinálni, akkor azt mondja, hogy nem szabad. De ha nem kérdezed, és csinálod, akkor igen. Tehát körülbelül ebben a 11. parancsolatban szerintem össze lehet foglalni az akkori már lanyhadó szocializmusnak az egyház politikáját, vagy legalábbis az egyházi lehetőségeket. Persze, ahogyan mondtam, volt egyházügyi hivatal, és azért az a bizonyos AEH, ami most egyébként épületileg a Fidesz székháza, és azt megelőzően, ez is érdekes történet, a Lendvai utca sarkán, a Hősök terénél, tudod, eredetileg ez egy perzsa nagykereskedőnek volt a háza, az épülete, utána az evangélikus teológiai akadémia kapta meg. Édesapám még, amikor Sopronból Pestre hozták a teológiát 50-ben, mert a nyugati határszélen túl sok veszélynek voltak kitéve a lelkész jelöltek, és Budapestre nyugati hozták őket. A nyugati befolyás és az imperialista ármány az leselkedett rájuk, ezért Budapestre hozták a centralizálás jegyében, és ezt az épületet kapták meg, a Lendvai utcai épületet, ott működött a teológia, és később, miután ők máshova az ülőútra mentek át, akkor az állami egyházügyi hivatal épülete lett, és amikor az kimúlt 89-90 környékén, akkor pedig a Fidesz kapta meg székháznak. Van ez a mondás, hogy megvan a házuknak, megvan a könyveknek a maguk sorsa, így mondhatjuk, megvan a házaknak is a maguk sorsa. Na, tehát AEH, ez egy retteget szó volt, de én megtanultam édesapámtól, hogy a BM az még rettegettebb szó. Tehát azt mondta, hogy belügyminisztérium, mert ha fiam, ha az AEH keres, vagy együttműködést vár el, az se jó, és velük is nagyon-nagyon kell vigyázni, de a sokkal rosszabb, ha majd a BM keresne meg téged. Ez volt egy ilyen apai intés. És ez a 80-as évek elején, ez mennyire volt még reális, vagy mennyire, mert mondtad, hogy már gyengült a diktatúra, csak nem tudom, hogy ott és akkor ezt ti hogy éltétek teljesen meg? Reális volt. Egy szomorú példát mondok, én talán harmadéves hallgató volt, amikor egy első éves lány öngyilkos lett, ami hát mindig dráma, persze, szerelmi bánata volt, és ez apropót adott a belügyminisztériumnak arra, hogy heteken keresztül ott voltak közöttünk a teológián, az egyik tanári szobát átvette az egyik százados, vagy nem tudom milyen rangú ember, és ő sorra hívta be a tanárokat és a diákokat, azzal a fedősztorival, ami nyilván részben
egyben igaz is, hogy neki ki kell vizsgálnia, hogy nem volt a kényszerítés, meg befolyásolás, meg ilyesmi. De mi aztán egymással beszélgetve nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ő próbálta megfigyelni, kifigyelni a gyenge pontokat a tanároknál is, és a diákoknál is, hogy ki az, aki esetleg labilis érzelmileg, ki az, akinek valami vaj van a fején, magyarul ki az, aki valamilyen formában esetleg zsarolható, megfogható, beszervezhető. És volt is erre példa. Az egyik évfolyam társam elmondta, hogy ő albérletben lakott akkor, és ahogyan jött a teológiára, a klasszikus módon megállt egy autó, hogy jó, mi elvisszük, nem kell a buszra várnia, éppen arra megyünk, amerre a teológia felé igyekszik, de ha már beült hozzánk, akkor beszélgessünk egy kicsit, és aztán a következő alkalommal már egy szállóda hajjában adtak neki rendezvút, és hála Istennek volt elég bátor, hogy ki tudott szállni ebből. És nekünk megmondta, ez a klasszikus dekonspirálás, nekünk megmondta, sőt a püspökünkhöz is elment, és neki is elmondta ezt, aki, ha jól tudom, azt mondta, hogy nem szabad velük együtt működnöd. De ki lehetett szállni? Tehát, hogy az ember ilyenkor mondhatott nemet, amikor beültetik egy kocsiba, és... Nyilván most ezt a példát tudom, aki nemet mondott. Sejtéseim vannak arról, hogy valaki nem szállt ki, és esetleg együttműködött. Utólag most már persze vannak dokumentumok is, és 2005 óta működik az egyházunkban ez a tényfeltáró bizottság, amelyik nagyon tudatosan levéltári, tehát egy állambiztonsági iratokat dolgoz fel, és... Feldolgozzátok a 89 előtti... Abszolút, igen. Hát nem abszolút, mert korlátozások vannak, de a szándék az abszolút. De majd visszatérek még a személyes sztorikra, ha szabad, de akkor erre egy rövid kitérő, hogy igen, ezt talán az egyházak közül, és ezt most nem ilyen meldöngető módon említem, de talán a magyarországi egyházak közül talán egyedüliként, vagy legerősebben szántuk el magunkat erre, és folyamatosan gyakoroljuk is, hogy ezt a tényfeltáró bizottságot működtetjük. Ez azt jelenti, hogy történész, teológus, tehát lelkigondozó, levéltáros és más szakmák béli emberek, egy 5-6 fős bizottság, plusz a szakértő körülöttük hozzájutnak az aktákhoz, és azokat szisztematikusan feldolgozzák bizonyos rendszerint, kiegészítve tehát nem csak a belügyminisztériumi, az állambiztonsági iratokat, hanem az állami egyházügyi hivatal hozzáférhető levelezését, ez nem mind hozzáférhető, és az egyéb publikációkat is, és egyebeket, de a legizgalmasabb ugye a beszervezettségre utaló hatos karton, meg egyebek, és azokat bizony feldolgozzák, és először egy szűkebb körnek, az egyházvezetésnek mutatják be, hogy úgy mondjam, az eredményt, de aztán utána mi azt a zsinat elé visszük egy szélesebb körbe, és azt követően pedig ezek nyilvános publikációk formájában hozzáférhetők. És mik a tapasztalataitok? Ez nem okoz, most csak gondolkodom, vagy nem tudom, hogy nem okoz zavart az egyházban, hogy mondjuk az érintettek ezt hogyan tudják kezelni, vagy... Szóval milyen hatása van ennek az egyházatokra? Természetesen meg kellett érni erre, tehát eleinte nagyon nagy volt az ellenállás, és... A többi egyházban most is nagy az ellenállás. Igen, de. Nálunk is volt, és van is bizonyos fokig, bár ugye sajnos az élet megoldja, hogy meghalnak azok, akik még érintettek lehetnek, hiszen egyre nagyobb százalékban vannak már 89 után születettek a lelkészi karban. Ugyanakkor erre felejtsen mondani, hogy azért a mai fiatalok számára is rendkívül tanulságos mindez a felgyülemlett adat és ismeretmennyiség, hiszen ma lehet, hogy másfajta kísértések vannak. Ma nem az egyházügyi hivatal vagy a belügyminisztérium 3x3 osztálya akar együttműködni, hanem összekacsintva akar egy vállalkozó együttműködni, és ugyanúgy a korrumpálódásnak a kísértését kínálja föl, és ugyanúgy a tisztesség vagy a becstelenség alternatívája között választhat az ember. Tehát nem tanulság nélküli a fiatalabbak számára is. És ezek a kötetek, igen, háló címmel megjelennek, ma már a 3 vaskos kötet rendkívül alapos dokumentum anyaggal, lábjegyzetelve, mindenféle adattal, de mielőtt ezeket publikáljuk a Luther kiadónál, előzőleg, ha még élnek az érintettek, akkor lehetőséget adunk számukra, és itt kap lehetőséget a lelkigondozó, vagy jelentőséget az, hogy van egy lelkigondozó lelkész ebben a csapatban, megszólítja az illetőt, hogy akar-e hozzá bármit fűzni, nem az, hogy mit akar mentségére felhozni, hanem hogy mivel akarja kiegészíteni,
erősíteni, árnyalni, vagy pontosítani. És általában akarnak? Élnek ezzel. Van, akinél nagyon hosszú folyamat ez, hogy először tiltakozik, és felháborodik, utána fokozatosan kész arra, hogy erről beszéljen. Nagyon fontos kategória szégyen. Egy lelkész kollégám ebből írta a teológiai disszertációját, éppen a besugás összefüggésében a szégyen, mint faktor, hogy beszélne róla, de szégyen róla beszélni. A saját családja előtt bizonyos fokig én is érintett vagyok, édesapám is halál előtt letette ezt a terhet, hogy bizonyos együttműködésre őt is kényszerítették, vagy rávették, és én Istennek adok hálát azért, hogy ő úgy tudott meghalni, hogy ezt elmondta, leírta, és én is megkönnyebbültem, mert látom, hogy nem tett olyat, amivel embereket derékba tört volna, ugyanakkor tudom, mire sorsát derékba törte volna, ugyanakkor tudom, hogy milyen megalázó volt neki egy telefonhívás után azzal a XY-nal leülni egy presszóban, és beszélgetni, és beszámolni arról, hogy mi volt egy külföldi konferencián. És azt, hogy ezt ő le tudta írni, és vannak közöttünk élő lelkészek, idős lelkészek, akik tényleg nagyon alaposan készek voltak arra, hogy erről beszéljenek, akár szóban, akár írásban. Mik egyébként a tapasztalataitok, hogy milyen hatása van ennek a múlt feltárásnak? Mert ugye én nagyon sokakkal beszélgettem erről, meg interjúban is időről időre előkerül ez a kérdés, és nagyon sokan azt mondják, mondjuk most katolikus körökre gondolok, de nem csak katolikus körökben, hogy már ezzel nem kell foglalkozni, vagy ez, ha a múltat felhánytorgatjuk, abból csak a baj van, meg minek, most már van annyi bajunk, minek most még ezzel foglalkozni. És itt vagytok ti, akik 2005 óta szembenéztek a múlttal, sőt, kiteszitek az asztalra. Érzitek ennek a következményét, hatását, hogy miben más, miben lett jobb, vagy rosszabb, vagy nehezebb, vagy könnyebb? A megszólalás még nagyon nehéz, de utána éppen ezeket a példákat gondolom most végig, hogy akik letették ezt a terhet, és elmondták, hogy hogyan működtek együtt, azok nem csak megkönnyebbültek, de azóta hitelesebben tudják végezni a szolgálatukat, és úgy járnak elnek közöttünk, és tartanak előadásokat, és hirdetik az igét, hogy azt mondjuk, hogy igen, ők hiteles emberek, mert le tudtak számolni a múltjukkal, és szembe mertek ezzel nézni. És valóban meg kell ismernünk a múltunkat, hogy abban a történelmi félt múltban, hogy úgy mondjam, hogyan élt az egyház, milyen kompromisszumokat kötöttek, mikor teljesítettek túl, mert azt is látjuk, hogy volt, aki önként és dalolva karriervágyból, vagy úgymond hazafias alapon, ahogyan a beszervezés volt, de tényleg komolyan is gondolták, hogy ezzel egy jó szolgálatot tesznek, másokat megfélemlítették, magánéleti zűrök miatt, alkoholizmus, gyorshajtás, szexuális kapcsolat és egyéb, tehát megzsarolták őket, és ezeket azért ismernünk kell, hogy hol lehet valaki zsarolhatóvá tenni, mert ez rendszertől független. Tehát később is megtörténhet az, hogy valakit zsarolnak, és ebből jó, hogyha okulunk. És ismét mondom, ez nem csak politikai természetű, hanem egyéb kísértések, gazdasági és egyéb korrupció kísértései megvannak azóta is. Mi kicsit visszakanyarodva a 80-as évekre, ugye arról meséltél, hogy itt voltak befolyásolási szándékok, vagy beszervezés, vagy mi egymás, de hogy önmagában mégis elkezdtél lelkészként dolgozni, és gondolom a hétköznapokban azért nem minden pillanatban volt ez jelen, hanem ugyanúgy tartottál hittanórákat, szertartásokat, mi egymás, hogy hogyan éltétek meg ezt a politikának, ezt a befolyásolási szándékát? Mennyire akadályozta ez a munkát? Vagy most ilyenre is gondolok, hogy mennyire mondjuk emelte az egyháznak az ázsióját, a hitelességét mondjuk a hívek szemében az, hogy,
hogy mondjuk ellenállunk, hogy nem állunk ellen. Szóval, hogy hogyan, milyen volt lelkésznek lenni abban az időben? Nyilván minden egyháznak megvan az 50-es, 60-as évekbeli története, és ennek az ismerete, vagy ismeret hiánya azért meghatározó volt. Én olyan családban nőttem föl, meg olyan barátaim és idősebb kollégáim voltak körülöttem, akik számára fontos volt, hogy mit csinált az egyház a 40-es években, 50-es években olyan személyek, mint Ordas Lajos, aki egy emblematikus egyházi vezető volt, és aki 48-ban bebörtönöztek azért, mert nem akart együttműködni a kommunistákkal. A szegedi csillagbörtönben, meg a Váci börtönben volt sokáig, aztán az 50-es években kiszabadult, 56-ban újra püspök lehetett, mert ő egy félreállított püspök volt, de aztán a forradalom után másodszor is félreállították, akkor már nem börtönbe küldték, hanem házi őrizetben volt, de az ő nevét például nem volt szabad kiejteni, tabu volt a neve. És mi viszont fiatal lelkészek, annál kíváncsiabbak voltunk, és nyugaton megjelent például ennek a bizonyos Ordas Lajosnak az önéletrajza, meg válogatott írásai, hát faltuk ezeket az illegális szövegeket, mert meg akartuk ismerni, és nyilván hiteles volt számunkra az ő élete és sorsa, vagy egy másik püspök, aki nekem közvetlenül elődöm az Északi Egyházkerületben, nem közvetlen, de egyik elődöm az Északi Egyházkerületben, Túróci Zoltánnak hívják. Őt háromszor választották meg püspöknek, mert tulajdonképpen választják a püspököket, nem kinevezik. Háromszor választották meg demokratikus módon a közösség, a gyülekezet tagjai, és a hatalom háromszor fosztotta meg a püspöki tisztétől. Egyszer nyíregyházi püspökként, akkor be is börtönözték 46-ban orosz ellenesség, szovjet ellenesség miatt, aztán mikor pertörléssel aztán kiszabadult, és újra püspök lehetett, de már Győrben, akkor ott is megfosztották a püspöki tisztétől, mert megszüntették az egyházkerületet, összevontak más kerületeket az övével, és így gyakorlatilag lehetetlenné tették, és 56-ban megint megválasztották püspöknek a forradalom lendületében, és 56 végén, vagy 57 végén harmadszor is megfosztották a püspöki szolgálatától, és nyugdíjat se kapott, és lelkészi szolgálatot is csak minimálisan, szinte titokban végezhetett. Nos, őket ismertük, és vonzó volt számunkra, fiatal lelkészek számára az ő példájuk, és valahol ebből is próbáltunk erőt meríteni. Tehát ez lendületet is adott, és persze azt is éreztük, én 82-es lelkészi szentelésemtől kezdve, hogy azért most már egészen más idő van, tehát börtönben nem fognak minket vinni véletlenül. Ezt már lehetett akkor tudni? Hogy hát azért igen. Az, hogy persze figyelnek, Siófokon kezdtem a szolgálatomat, és jött egy atyafi mindig ilyen hatalmas nagy magnóval, hogy ő fölveszi az istentiszteleteket, hogy viszi a rokonának, és mindenki azt mondta nekem, hogy tisztelendő úr vagy Tamás, vigyázni kell ezzel az emberrel, mert ő biztos azért rögzíti, mert elviszi az elvtársaknak. Azt mondtam, hogy nem érdekel. Hát ha rokonának viszi, rokonának, ha az elvtársaknak, akkor elvtársaknak. Egyszerűen tetszett az a játék tulajdonképpen. De azért volt egy pillanat, amikor megijedtem, 83-ban, bő egy éve voltam lelkész, Siófokon, ahogy mondom, ott kezdtem, éppen reggel Jeremiás prófétát olvastam, emlékszem, ott egyedül éltem a parókián, és ott reggeli után Bibliát olvastam, és egyszer csak kopognak, a Gondnok bácsi behív két idegen embert, ami Siófokon gyakori volt, hogy turisták jöttek, és ő is azt hitte, hogy német turisták, majd nézték a házszámot, keresték a bejáratot, és aztán mondták, hogy ők a Fabinyi Tamással akarna beszélni, de csak velem és a gondnok úr, hát menjen el, mondom, Jani bácsi, akkor tessék elmenni, mert velem akarnak beszélni, és rögtön elővették az igazolványokat, belügyminisztérium, mondták is a nevet, nevüket, és hogy velem akarnak személyesen beszélni, mert nagyon fontos ügyben járnak el. Hát akkor nagyon megijedtem. És mi volt a? Kávéval kínáltam őket először, hogy időt nyerjek, és kimentem a konyhába, és emlékszem, hogy annyira remegett a kezem, hogy a kávénál hogy egyik kezemmel meg kellett fogni a másikat, hogy ne csörömpöljön a csésze, nem akartam elárulni, hogy be vagyok tojva. És de hát azért igyekeztem jó képet vágni. Először folyt ez a beetetés, hogy jó, hát tudjuk, hogy magának áll a zászló, milyen tehetséges, és nyelveket beszél, és
épp egy külföldi konferenciára készültem, ez volt a konkrét ok, Vancouverben, ráadásul Kanadába hívtak egy konferenciára, 83-at írtunk, akkor volt már ugye Lengyelországban a szolidaritás, meg Szolzsenyicint már kiengedték a Szovjetunióból, és kint hősként fogadták, meg mindenféle ilyen politikai... Enyhültek a politikai körülmények. Enyhültek, de ők ezeket éppen úgy mondták nekem, hogy ezért kell vigyázni nyugaton, mert majd engem ezek a nyugati hatások veszélybe fognak sodorni, és nagyon vigyázzak arra, hogy kinek mit mondok, és egyáltalán hogyan viselkedek. De ezt úgy elfogadtam, nem elfogadtam, úgy vártam, hogy vége legyen, és úgy udvariasan hallgattam, és arra vigyáztam, hogy senkire semmit nem mondjak, csak befogadóként legyek ott. És az volt az ijesztő, amikor azzal búcsúztak, hogy egy fél óra, háromnegyed óra után, hogy hát akkor majd legközelebb folytatjuk. És akkor vettem egy levegőt, és nem hősként, de emlékezve erre az édesapámtól kapott intelemre, hogy a BM-re vigyázni kell, meg az AIH-ra is, de a BM még veszélyesebb. És akkor úgy voltam elég bátor, hogy azt mondtam, hogy én nem szeretnék legközelebbet, hogy köszönöm, hogy most felhívták a figyelmemet arra, hogy milyen rothadó az a nyugati világ, de most már akkor ennyi volt. És hogyan fogadták ezt a visszautasítást? Hagyja ezt nekünk, majd mi tudjuk jól, hogy mikor kell találkozni, bízza ezt ránk. De ezt a találkozást senkinek nem szabad elmondania, erről hallgatni. Csak a gondok tud róla. A gondok nem tudta, hogy kik jöttek. Ő azt hitte, hogy külföldi turisták, vagy vidéki turisták. És aztán elmentek, én vettem egy levegőt, és oda mentem a bakelit telefonhoz, és feltársáztam az édesapámat. Apu, voltak nálam a belügyminisztériumtól, és szeretnék veled beszélni. Azt mondja, gyere Pestre, és beszéljünk róla. És akkor felültem a vonatra, vagy beültem a Trabantonba, nem tudom, és két órán belül elmondtam neki, és nagyon egyértelműen azt mondta, hogy nem szabad velük együtt dolgozni, és mondott egy szerintem nagyon fontos tanácsot, amitől először, amint csodálkoztam, hogy ezt beszéld meg a Káldi Zoltán püspök úrral, a saját püspököddel. Azért volt ez meglepő, mert nagyon féltünk a Káldi püspöktől. Ő azért egy erős, kemény ember volt, egy hatalmat nagyon erősen gyakorolta, és nem demokratikus eszközökkel vezette az egyházat, hanem eléggé erős kézzel. De ma már azt is tudjuk egyébként ezekből a tényfeltárással kapcsolatos dokumentumokból, hogy sajnos ő is együttműködött püspökké választásától. Akkor nem lehetett tudni, nem? Hát nyilván azt sejtettük, hogy ő minden egyeztet az állammal fontos pozíciókat, de azt is sejtettük azért, hogy egy kinkeserves játékot próbál játszani, hogy annak érdekében, hogy valakit mondjuk behozzon a teológiára, egy tisztességes ember, mondjuk az én édesapámat, annak érdekében be kellett hozni két kollaboráns embert is a teológiára, akikről tudni lehetett, hogy hát éppenséggel nem a teológia legmagasabb szintjét művelik, de lojálisak az államhatalomhoz, és valószínűleg bőségesen jelentenek is, de ez volt az ára, hogy a személyzeti politikájában azért valami jót is tudjon hozni. No, tehát ezt a küzdelmét éreztük, ma már tudjuk, hogy sokszor azért álnéven sajnos, Pécsi Fedőnéven egyébként írta hosszú éveken keresztül a jelentéseit, ami megalázó egy püspök számára, hogy amit ő hivatalosan egy grémium előtt kellett volna, hogy elmondjon mondjuk, hogy mi volt egy külföldi konferencián, vagy milyen koncepciója van az egyházvezetéssel kapcsolatban, azt ő titokban álnéven írja le a belügyminisztériumnak, és reméli, hogy őtőlük kapja a jóváhagyást, és akkor meg tudja valósítani a koncepcióját. Elmentem el a püspökhöz, egyébként ugyanazon a Vancouveri konferencián volt ő is, tehát ez egy nagy világtalálkozó volt, bekopogtam a szobájába, és elmondtam neki az első adandó alkalommal, hogy püspök úr, engem megkerestek a belügyminisztériumtól, és ő is azt mondta, mint édesapám, hogy nem szabad velük együttműködni. Annak ellenére, hogy ő együtt. Annak ellenére. Még azt is mondta, hogy azt te nem bírnád ki, így mondta, azt te nem bírnád ki, és igyekszem hatni, hogy odahatni, hogy hagyjanak békén, de ha mégis keresnek, mondd meg, hogy a püspököd azt mondta, hogy hagyjanak békén. És ez nekem egy nagyon felszabadító dolog volt, mert hazajöttem Amerikából vagy Kanadából, két napra rá csöngött a telefon, ez az egyik kolléga
Taba Lajos fölhívott, na lelkész úr, akkor mikor vehetünk, mikor találkozunk, és akkor jó szívvel tudtam azt mondani egy nagy levegővétel után, hogy nem találkozunk, én mondtam már múltkor is, de most ezt megerősítem, hogy a püspököm is azt mondja, hogy nem. És erre annyit mondott, hogy hát nem döntött jól, nem döntött jól, viszontlátásra. Azért jó, hogy ezt meséled, mert szerintem sokszor, amikor arról beszélgetünk, hogy mi volt 89 előtt, és ügynökkéd, és stb., akkor azt hajlamosak vagyunk nagyon fekete-fehéren látni. Miközben meg pont ez a történet mutatja például, hogy egy püspök, aki be van szervezve, és jelentéseket is ír, emellett mondjuk képes mondjuk neked azt mondani, hogy téged viszont megvédelek, neked ezt nem kell. Tehát, hogy... Sőt, még annyi folytatása is van, hogy én féltem ettől a püspökömtől egyébként, mert két héttel korábban nagyon-nagyon leszúrt egy konferencián, hogy én egy fiatal lelkész konferencián, én olyat mondtam, ami neki nagyon nem tetszett, és azt mondta, ez a fiúcska, ez miket beszél, ez nem tudja, milyen társadalmi rendszerben élünk. Ugye kicsit ilyen bátorságpróbából én nagyokat akartam mondani itt a barátaim előtt, és rettentően leszúrt, és akkor én azt hittem, hogy elvágtam magam örökre nála, és ezek után két-három héttel, mikor én elmondtam ezt a nyomorúságomat, mert tényleg az volt, másnap ő kopogott be az én szobámba, a szállodai szobámba, egy tál gyümölccsel, és azt mondja, kisfiam, sose hívott így, kisfiam, hoztam neked egy kis gyümölcsöt, mert nekem eltörött a fogam, és nem tudom ezt a körtét megenni, de talán te örülni fogsz neki. Biztos vagyok benne, hogy ez lelkipásztori gesztus volt a részéről, mert tudta, hogy itt van ez a kis 24-25 éves megfélemlített lelkész, aki fél a saját püspökétől is, fél az állami egyházügyi hivataltól, meg a BM-től, és ezzel a kis tál gyümölcsel akart nekem jelzést adni, hogy azért ő figyel rám jó értelemben, meg szeret engem. Tehát nagyon árnyalt a kép, nagyon igen, árnyalt. Igen. Hogyan látod, hogyan változott az egyházak megítélése a társadalom szemében a rendszerváltás előtt és után? Óriási tőkénk volt akkor a rendszerváltás környékén. Tudod, vannak ezek a közvéleménykutatások, vagy ilyen adatok, hogy melyik hivatással kapcsolatban milyen bizalmi index van, és a lelkészi hivatás talán az első háromban volt, azt hiszem, most meg talán... A 90-es években. Akkor, igen, 90-es évek legelején, igen, igen. És most? Most meg hát valahol a békafeneke alatt sajnos. Most túlságosan is visszazuhant, mert népszámlálás például. Sokan azt gondolják, hogy hát az egyházak azért nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket, túlságosan kompromitálódtak, a hatalomhoz dörgölőztek, nem elég hitelesek, szóval azért van egy ilyen. Akkor viszont volt egy ilyen hitelességünk. Azért egyet előbb el akartam mondani, ne felejtsem el, hogy az igazság kedvére azt is el kell mondani, hogy azért az egyházban nem volt pártszervezet. Ez azért érdekes, minden munkahelyen volt pártszervezet, az egyházban nem volt. Ez egyrészt jó, mert nem voltak pártitkárok, és nem volt ilyen direkt megfélemlítés. Másrészt viszont valakinek be kellett mégis töltenie önként, vagy pedig zsarolás nyomán azt a tisztséget, amit egy pártitkár a munkahelyen betöltött. Tehát ez egy sajátos helyzet. De visszatérve a rendszerváltásra, szerintem nagyon nagy reménység voltak az egyházzal kapcsolatban is, én is tényleg szárnyaltam, és boldog voltam, hogy annyi új lehetőség nyílik. Éreztük azért többen, anélkül, hogy most itt nagy bölcsnek mondanám magunkat, hogy azért minden nem szabad egyszerre bevállalni, iskolákat visszakérni, visszakapni olyan mennyiségben, mint amire a lehetőség kínálkozott. Mi egy kicsit óvatosak is voltunk más egyházakhoz képest, talán egy kicsit kisebb étvágyunk volt, nem akartunk mindent ilyen revanszerűen vissza. De például iskolák nekünk semmi nem volt egyébként az evangélikus egyháztól az elmúlt rendszerben. Mármint 45 és 45 között. És pontosabban 50-52-ig még létezett a Fasori Evangélikus Gimnázium, ami ugye Nobel-díjasokot is adott, meg a Deák téri gimnázium, szintén nagyon híres volt, de 52-ben ezt a kettőt is megszüntették, 48-ban már a többit is, és 89-ig nulla. 89-ben indult újra a Fasori Gimnázium. Azt hiszem, a katolikus egyháznak 7 gimnáziuma volt. Valahogy így, igen, a reformátusnak egy, a debreceni, és a zsidóknak is volt az Anna Frank gimnázium.
gimnázium. Tehát oktatási intézményünk semmi nem volt, ehhez képest tehát az egész oktatási rendszerünket a óvodától, a középiskolától, nulláról, egyedül egy teológiai akadémiánk volt, ami ma a Hittudományi Egyetem. Ami viszont volt, és ez megint egy kicsit a hitelességet erősítette, hogy az egyházaknak azért egy elég jól működő, mi úgy mondjuk diakóniai, ilyen szociális hálózata volt. Tehát öreg otthonok, fogyatékos gyerekek közötti munkák. Ez 89 munkán. Előtt is ezt engedték? Abszolút, szorgalmazták is, mert hát ki akarta akkori szóval hülye gyerekekkel törődni. Azt mondták, hogy egyház majd törődik velük. És én is teológusként sokszor mentem éjszakai ügyeletre segíteni a tényleg hidrokefál gyerekek közé, és megrendítő élmény volt egyébként, és nagyon sokat hozzátett az informálódásomhoz, hogy ott voltam a beteg gyerekek között, és pelenkáztam őket, és ilyesmi. Tehát ezt az egyház végezhette, mert az állam át is tolta ezeket a csúnya eseteket az egyháznak, anyagi támogatás nélkül minimális támogatást adtak hozzá, de szeretetből ezt végeztük. De ez bizonyos fokig az egyházak hitelességét erősítette a társadalomban. És erre építve aztán tényleg egy még jobb, és aztán már professzionálisnak mondható diakóniai szociális munkát tudtunk elindítani, ahol már a hajléktalan ellátás, a különböző nevelőotthonos anyaóvók és egyebek már jól működhetnek, mert volt már tapasztalatunk ebben. 90-es években volt egy, tehát amikor megtörtént 89-ben a rendszerváltás, a 90-es években, ahogy utaltál is rá, volt egy fellendülés, tehát a lelkészek számában is, egyébként a római katolikus papi hivatások, meg szerzetes hivatások is fölfele lendültek, és most érezhetően van egy visszafogottság, vagy egy süllyedő tendencia. Nem csak a népszámlálás adataiban látszik ez a zuhanás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hanem mondjuk, amikor én voltam szeminarista, akkor több mint kétszer annyian voltunk a szemináriumban, mint most vannak ugyanabban a szemináriumban. Tehát van egyfajta visszaesés, miközben meg amit történik ma, az éppen az ellentéte a diktatúrában tapasztaltnak. Tehát most úgy tűnik, hogy az állam és az egyház, vagy a világi vezetés és az egyház vezetés jól együtt tud működni. Egyébként pont a szociális részlegben most is az van, hogy kórházakat is tartunk fent, sőt, ezekhez még kapunk is, még akár most forrásokat is kapunk sokkal jobban hozzá, mint az Irgalmas Rendész Kórháznak egy teljesen új szárnya épült a Margit híd, Budai híd főjénél. Ebből az evangélikus egyház kifelejtődött egyébként. Volt kórházprojekt, és voltak több mint 20 évvel ezelőtt már terveink erre vonatkozóan, de ez nekünk nem sikerült, nem adatott, hogy kórházunk legyen. De más diakóniai szociális munkában ott vagyunk bőségesen, persze. Most csak az a kérdés merült fel bennem, hogy milyen pozitív hozadékai lehetnek az állam és egyház szorosabb együttműködésének? Látjuk ezt valahol? Vagy éppen negatív következményei vannak? Jó esetben ennek nyilván mind a két fél haszonélvezője lehet, hiszen egy társadalmi összefogás, együttműködés az mindenki javára lehet, hogy a különböző civil szervezetek, pártok, egyházak, kormány, szakszervezetek, stb. Ezek együttműködnek. A problémát akkor látom, amikor függőségi viszonyba kerül egyik a másiktól, és nyilván nem az egyházaktól függ a kormány, hanem fordítva a kormánytól függ. Most függőségi viszonyban? Hát anyagiakban természetesen igen, hiszen valaki, egy barátom azt szokta mondani, hogy bármilyen szépen is hangzik, hogy a hívek tartsák fenn az egyházat, ez álom, szép lenne, egy szép álom, ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy az opera barátok tartsák fönn az állami operaházat. Tehát persze egy közösséget még fel lehet tartani, de templomokat, kórházakat, múzeumokat és egyéb, ez természetesen, és én is ezt mondom, aki pedig azt hiszem, hogy elég reálisan próbálom látni a helyzetet, ez állami támogatás nélkül nem megy. A gond ott van, hogyha ez egyfajta patrónus kliens rendszerré válik, mondván, hogy én adom a pénzt, és ezért elvárom, hogy akkor te légy szíves, így viselkedjél, vagy így nyilatkozzál. Ha ez egyszerűen csak egy egészséges együttműködés, hogy
klasszikus kifejezéssel az adófizetők pénzének az újraosztásával, vagy akár még én azt mondom, hogy célzott támogatással az egyház társadalmi szolgálatára, de még akár a hitéleti munkájára is kapunk támogatást, de ezért nem várunk el cserébe lojalitást, akkor ez egy egészséges együttműködés lehet, és nem mondtam én le erről, még azért mindig látom ennek az esélyét. De akkor ez azt jelenti, hogy most úgy érzed, hogy ami most van, ez nem egy egészséges együttműködés? Hát nincs tiszta egyházfinanszírozás, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mivel számolhatunk. Emlékszem, még a rendszerváltás környékén, én még akkor nem voltam vezető pozícióban, de ugye akkori esperesektől, püspököktől tudom, hogy mindig figyelték a parlamenti üléseket november környékén, amikor a költségvetést elfogadták. Mert írtó izgalmas volt, hogy a költségvetésben mekkora pénzt szán majd az állam, a kormányzat az egyházak támogatására. Most őszintén szóval kutya se figyel erre, hogy mi van a költségvetésben, mert az egyedi támogatásokból lehet igazából sokat elérni. Tehát, kaszálni. Azt mondja valaki, hogy én most szeretnék egy templomot építeni, szerintem egy helyes vállalkozás adott esetben, főleg, hogyha hívek is vannak, és nem olyan helyen építik, ahol nincsenek hívek, bár nincsenek, vagy egyáltalán nincsenek, akkor annak nincs értelme. De ha meg tudja indokolni, akkor igen, arra célzottan lehet támogatást kérni. De ha ez úgy megy, hogy tulajdonképpen nincs is előkészítve, meg csak ilyen hűség jutalomként annak akkor azon nincsen áldás. Uh-huh. Szóval kiszámíthatóan kellene és tervezhetően kellene az egyházaknak a pénzügyeivel bánni, és én ezt azért, ha szabad, a teológiai megalapozással is próbálom összekapcsolni. Luther számára nagyon fontos volt az úgynevezett kereszt teológiája, a teológia crucis, és ő mindig szembe szállt a dicsőség teológiájával, a teológia glóriéval. És ezt megmagyarázzuk a nézőinknek, igen, hogy mi? Tehát a kereszt teológiája azt, hogy az egyház tud szenvedni. A krisztusi utat járja, ami nem a napfényes út feltétlenül, hanem lehet, hogy árnyékos, girbegurba, göcsörtös, stb. Küzdelmes út, de valószínűleg a hidelesebb út. A másik, a dicsőség teológiája, amikor napfényre kerül az ember, napfürdőzhet, sikereket ér el, és mindig a támogatotti oldalon van, vagy támogatott oldalon van, az nem biztos, hogy a hiteles Jézusi út. Tehát Luther azért nagyon jól igyekezett az egyház Jézusi identitásához hű maradni, akár a világi felsőbbséggel, akár a korabeli egyházi és pápasággal szemben, hiszen mind a kettővel szemben ő megőrizte az önállóságát. És az evangélikus egyház az ő példáját követi most ebben? Mert szeretné. Én azt látom rajtatok az elmúlt években, hogy ti azért jó értelemben külön utasok tudtak lenni, vagy te magad is mondtad, hogy nem minden támogatást fogadtok el úgy, vagy nem próbáltok úgy viszonyulni, hogy megőrzitek a függetlenségeteket, vagy jól értem? Nem akarom hősnek beállítani magunkat, nyilván sokféle elgondolás van az evangélikus egyházon belül is, de azért azt gondolom, hogy mi igyekszünk azért az egyházi önállóságot amennyire tudjuk megtartani, még akkor is, hogyha sokszor a zsor végére kerülünk, hogyha az egyedi támogatásokat nézzük. Uh-huh. Hoztam ide egy idézetet, nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, Bölcskei Gusztáv református püspök úrtól. Így szól, túl közel kerültünk az államhoz, mintha furcsa konstantini fordulat történt volna idehaza. Az egyházak privilegizált helyzetbe jutottak. Ennek sajnálatos, nagyon romboló mellékhatása, hogy a kereszténység kulcsszavai közeleti emberek száján politikai jelszavakká váltak. Olyanok beszélnek ráadásul a kereszténység nevében, akiknek nem kellene. Súlyos hitelességi deficit alakult ki. Nagyon megértem tehát, hogy a mára létrejött méltatlan helyzetből sokaknak elege van. Ez egy nagyon erős idézet Bölcskei püspök úrtól.
Bölcskei püspök úrnak igaza van, nem jó, hogyha a pap politizál direktben, és a politikus prédikál, és mind a kettőre látunk bőségesen jelet. Valószínűleg az utóbbira is egyébként jó szándékkal, de bőségesen lehetne példákat hozni, amikor politikusok késztetve érzik magukat arra, hogy Isten igéjét hirdessék. Egyébként én boldog vagyok, ha magánemberként egy politikus elmegy a templomba, de ez ne tegye ki a kirakatba, és tényleg ez legyen az ő legszemélyesebb ügye, és ne akarjon ebből hasznot hozni. És ezért érzem veszélyesnek, hogyha itt egyfajta szerepcsere van, hogyha a nemzet szakralizálódik, és erre mondjuk Oroszországtól kezdve sok-sok példát láthatunk a szent háborúig menően, amikor egy nemzet vagy a nemzethez tartozó jelenségek szakrális magasságokba kerülnek, de az is kísértés, hogyha az egyház nacionalizálódik, tehát hogyha az egyházban a nemzetiségi kérdés és a nációnak a most kimondom, akár a magyarságnak a gondolata kerül a krisztusi gondolat elé. Becsületes derék magyarnak tartom magam, és az is maradok, mint halálig. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy én előbb vagyok keresztjén, mint magyar. Lehet, hogy van, ahol fordított sorrendben beszélnek erről. A katolikus egyháznak ráadásul az egész teológiája erről szól, hogy katolikus az az egyetemes, tehát az ön meghatározásunk, az identitásunk az, hogy nemzeteken és korszakokon átívelően az Isten kegyelme és az Isten megváltása egyetemesen mindenkire vonatkozik, és az ő üzenete mindenkire vonatkozik, és éppen ezért mi magunk is így vagyunk vele, hogy elsősorban vagyok katolikus keresztény, és másodszorban magyar, vagy szlovák, vagy olasz, vagy bármi más. Egyébként a mi egyházunk neve tudatosan nem Magyar Evangélikus Egyház, hanem Magyarországi Evangélikus Egyház. Aha. Mert benne vannak szlovákok, azért... németek, ez a két gyökér mindig erős volt egyébként, meg vendek, meg egyéb, vagy akár zsidó származásúak benne vannak, eléggé nyitott volt az Evangélikus Egyház a zsidóság felé is. Tehát nem szabad a magyarságot minden nemzeti tudatnak a megbecsülésével a kereszténység elé helyezni. Milyen következményét látod ennek, hogyha a nemzettudat, a magyarságtudat elsődlegesen meghatározó identitás tényező lesz a kereszténységhez képest, tehát hogy előtérbe helyezzük? Hát akkor talán elveszítjük azt a univerzalitását a kereszténységnek, ami éppen már Jézussal megkezdődött, amikor azt mondta a missziói parancsban, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és ez a minden nép, ez a pogányokra is vonatkozott, tehát Jézus már szándéka szerint kilépett abból a nemzeti keretből, amit a zsidóság jelentett az ő számára. Pál apostol aztán meg, ő meg még inkább a népek apostola, a pogányok apostola lett, és az ő számára egyértelművé vált, hogy az egész mediterrán világon tudja a kereszténységet terjeszteni. Elsősorban zsidóknak, azért ő mégis a zsidóságát nyilván megtartotta, és ment a zsinagógába először, de honnan itt penderítették, akkor ment mindenhova, és utána a zsidók után pedig a pogányoknak. Tehát ő mindenkinek hirdette az evangéliumot, és azt hiszem, hogy a kereszténységnek ez az univerzális jellege, ez ma is meg kell, hogy legyen. És nem csak ebben az összefüggésben, hogy nemzeti, hogy most magyar vagy román, vagy szláv, vagy bármi, hanem akár politikai hovatartozás tekintetében, életkor tekintetében, bármiféle életforma tekintetében nem mondhatja azt a kereszténység, hogy én csak ennek a csoportnak vagyok a apostola, és az én üzenetem csak ő hozzájuk, szóval a többiek nem tartoznak ide, hanem ennek az univerzalizmusnak, a Jézusi és Pál apostoli univerzalizmusnak a jegyében befogadónak kell lenni a kereszténységnek. Hogyha már a nemzeti kérdésnél elbukunk, akkor más kérdéseknél is véletlenül el fogunk bukni, és nem töltjük be a Jézusi hivatásunkat. Akkor mondhatjuk azt, hogy a kereszténység nem csak egy bizonyos politikai oldal szimpatizánsainak szól, hanem mindenkinek,
politikától, nemzetiségtől és mindentől függetlenül univerzálisan? Természetesen a szélsőségeket leszámítva, tehát az extremitásokat, akár politikai, akár milyen más tekintetben, ami gyűlöletet kelt és félelmet kelt, vagy ilyesmi, azzal nem vállalhat a kereszténység közösséget, de ezeket félre tolva természetesen mindenkit le kell, hogy minden területet le kell, hogy fedjen, de a gyakorlat is ez. Hát sokan nem gondolják, hogy a kívülállók, hogy a híveink között minden van, baloldali, jobboldali, szozdem, még kisgazda emlékű és egyéb, sokkal nyitottabbnak kellene lennünk mindenki felé. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm a gondolataidat, és hát sok erőt és kegyelmet kívánok a szolgálatodhoz. Jó, köszönöm Isten, áldjon meg benne. Köszönöm szépen, neked is a életedhez, munkádhoz. Köszönöm. Nektek meg köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, hogy néztek minket. Ha tetszett a videó, akkor kérünk titeket, hogy fejezzétek ki ezt egy lájkkal, kommenttel, küldjétek el barátaitoknak, ismerőseiteknek is, illetve ha még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, ez nekünk nagyon fontos, nektek csak egy klikkelés, de egy csatornának a feliratkozók száma igenis minden szempontból számít, úgyhogy megköszönjük, hogyha ezt is megteszitek. Valamint, hogyha ezen felül még van lehetőségetek anyagilag támogatni minket, akkor a leírásban szereplő módon a Donabli rendszerén keresztül ezt is megtehetitek. Köszönjük, hogy vagytok. Sziasztok!